Tehát a Merkab Maraton Sportközpontban vagyunk, a Sport.hu Underworld kupán, amelyet most rendeztünk meg első alkalommal. A kőbány alatt húzódó pincerendszer adta az ötletet, hogy ide bringásokat hozzunk le. A pincerendszerről annyit kell tudni, hogy ez egy 150 éve kialakult járatrendszer, itt 30 kilométernyi pincerendszer van kőbánya alatt. Ebből a sportterületünk 62 kilométer, ebben 6-700 méternyit jelöltünk ki a verseny számára. Természetesen itt a föld feletti részen is tart a pálya. Nagyon különleges volt számomra ez a mai verseny. Részben azért, mert ugye lévén az első alkalom, hogy Magyarországon ilyet rendeznek. Elég intenzív terhelés volt ez számomra, mert semmi pihenő nem volt szinte a pályában, meg kevés szint különbség van benne. Soha nem voltam még ehhez foghatón, különösen barlangban még nem bicikliztem, sok helyen jártam már, de tehát ez számomra is meglepetés volt. Ez is volt tulajdonképpen a pályának a legizgalmasabbik része, a hirtelen fordítókkal, a fényárnyék, sötétség, bujócskával tulajdonképpen. Kicsit arra emlékeztetett, amikor gyerekkoromban jártam a Vidán Parkba a Szellemvasúton, ugye, hogy mikor fog kiugrani éppen valaki néző, vagy éppen patkány, vagy bármi ismeretlen dolog. A legjobb élmény pedig a pályában, a pincéből, hogy kijövünk, ott a DJ elég jól nyomja a zenét, és ez külön még motivációt ad az következő fölfeléhez. Úgyhogy itt elég jó bepörgeti a versenyzőt. Nagyon izgalmas volt a verseny mindvégig. Az elején tartottam attól, hogy a pálya elég nedves volt, illetve Módos Gabival vívtunk mi szoros csatát az első körben. Én kerekedtem ki győztesként belőle, aminek nagyon örülök természetesen. A pályának a barlangbejárat előtti szakasza volt még ugye a nagy lejtő, ami egy kicsit aggasztott, hogy mennyire fog csúszni, hogy mennyire lesz megoldható. Ugye az embernek nem szabad ilyen rövid versenyen olyan hibát vétenie, hogy elesik. Ugye itt másodperceken múlhat a győzelem. A pályában volt pár veszélyes részt is, a pincébe, hogy lementünk a rámpás részt, az a sárt, hogy ráúrtuk, elég csúszós lett, illetve bent a visszafolytó és a hajtókanyarok voltak a pincerrendszerben, ez is elég technikássá nehezítette a pályát, és a magassága, meg a szűk részek, a járatok a pincébe, azok is nagyon nehéz szakaszok voltak benne, hogy vigyázni kellett, hogy a megfelelő nyomon menjünk. Meglepő volt, hogy a város szívében egy ilyen izgalmas, tényleg nem mindennapi versenyt rendeztek itt nekünk a szervezők, és nagyon remélem, hogy ennek hagyománya lesz, és jövőre ugyanúgy itt lehetünk. Jó verseny volt, nekem nagyon tetszett. Reméljük, hogy lesz ennek folytatása is.